Pára felhő lebeg a karcagi fürdőkül területi medencéje fölött. A téli frissítően hideg időtől sem félő vendégek pedig roppant kellemesen érzik magukat a vízben, még akkor is, ha a tavalyihoz képest mindezt 10%-kal drágábban tehetik, hiszen az üzemeltetési költségek emelkedése miatt ennyivel kellett emelni az árakat. A tavalyi évelei kényszerű zárvatartás, valamint a kültéri medence felújítás miatti lezárása okozott némi vendégforgalom visszaesést. A hagyományos rendezvények, mint például a nyugdíjas vagy a motoros találkozó, a strandok éjszakája komoly forgalmat generált. Télen tulajdonképpen a szolgáltatások az a kül- és beltéri medencénk üzemelnek. A beltéri medence az az uszoda, tanuszoda és a kétterű termál medence, illetve a külső gyógy 1-2 medence felváltva üzemel. És itt is, tehát azért, hogy bővítjük ezt a skálát, ilyennek kell, hogy nem csak nyitvatartás időben, hanem októbertől májusig például minden péntek este éjfélig éjszakai fürdőzést tartunk, ami nagyon népszerű a vendégek körében. A fürdő régi medencéjét felújítják. A nyári strand szezon kezdetére remélhetőleg egy élményelemekkel ellátott, vízforgatós, feszített víztükrű medence fogadja a vendégeket, akik számára lesz hely idén is, hiszen a fürdővel egybeépített kereskedelmi szálláshely tavaly 10 000 vendégészakát regisztrált. A szálló vendégek 60%-a belföldi vendég volt. A vendégkörünk tulajdonképpen, ha azt nézem, zömében a fürdő területére a karcagiak, de a környező településekről is sokan járnak, illetve mivel mi fürdőnk egybe van a kereskedelmi szálláshelyjel, az ottani szálláshelyhez tartozik az, hogy igénybe lehet venni a fürdő szolgáltatásait. Tehát itt el tudom mondani, hogy több mint 10 000 vendégészakánk van. A 10 000 vendégészakából 60-40%-os arányban vannak tehát a magyarországi vendégek, illetve 40% külföldi, de ez vegyesen, tehát Szlovákiából, Romániából, ukrán, osztrák vendégeink vannak, holland, sőt az elmúlt évben még Dél-Koreából is jöttek, tehát elég széles körben elterjedhetnek a híre, hogy van itt egy jó kis fürdő.